természetesen szeretnénk azt is, hogy a felhasználók elérhessenek minket a honlapon keresztül. Ennek a lehető legdilettánsabb módja az, hogy kiírjuk az e-mail címünket, ugyanis így bármelyik spam e-mail cím gyűjtő robot meg fogja találni és be fogja gyűjteni, és attól kezdve elárasztják majd a postafiókunkat a különböző spammek. Ehelyett mi azt fogjuk választani, hogy egy valamilyen űrlapot fogunk kihelyezni, aminek a segítségével fognak nekünk majd üzenetet küldeni a mi látogatóink. Nézzük, hogy ezt hogyan tegyük meg. Első lépésként az adminisztráció webhelyépítés modulok résznél kapcsoljuk be a kontakt modult. Elmentem. Ha most a modulonkénti bontásban megnézzük az adminisztrációs felületet, mindig így érdemes, amikor bekapcsoltunk egy új modult, hisz ekkor láthatjuk, hogy az adott modul milyen plusz funkciókat adott hozzá a rendszerünkhöz. Láthatjuk, hogy a kontakt modul az két funkciót adott hozzá, az egyik a jogosultságbeállítások, valamint a kapcsolati űrlap kezelés. Hát nézzük meg, először is menjünk a kapcsolati űrlapra. Látjuk, hogy eddig egyetlen egy kapcsolati űrlapunk sincsen, ezért létre kell hoznunk legalább egyet. Ennek a neve legyen kapcsolat. Valamint be kell írnunk azokat a címzetteket, akiknek szeretnénk ezt a levelet elküldeni. És be kell állítani azt, hogy ez legyen az aktív kapcsolati űrlapunk. Ebben a pillanatban létrejött a kapcsolatform, és hogyha megnézzük, akkor most már van egy fantasztikus kapcsolatfelvételi űrlapunk. Na most ezt a kapcsolatfelvételi űrlapot, ezt csak mi érjük el, mint adminisztrátor, ahhoz, hogy bárki elérhesse, még a névtelen felhasználók is, be kell kapcsolnunk a hozzáférés szabályozásnál. Tehát a kontakt modulnál a webhelyszintű kapcsolat űrlap elérését bekapcsoljuk az anonymous userek számára. Hurrá, hurrá! De mégsem, hisz két apró problémánk van ezzel a dologgal. Az egyik az, hogy honnan fogja tudni szegény felhasználó, hogy itt a contact szót beírva az URL végére, akkor elérheti ezt a kapcsolat formot, meg miért az van írva, hogy kontakt, miért nem az, hogy kapcsolat. Ezt a két problémát fogjuk most orvosolni. Először az URL problémát. Ehhez talán már sejtjük, hogy URL álnevet kell hozzáadni a rendszerhez. Tehát adminisztráció és útvonal álnév. Hozzáadunk egy álnevet. A Drupal alapértelmezett útvonal ugye az, hogy kontakt. A mi alapértelmezett útvonalunk pedig az, hogy kapcsolat. Tehát most már létezik egy olyan útvonal, hogy kapcsolat. Erre be is jön a mi formunk. Szeretnénk ezt ugye elérhetővé tenni a felhasználóknak. Ehhez el kell helyeznünk a menüben, tehát adminisztráció, menük, és itt pedig az elsődleges linkekhez fogunk hozzáadni egy menüpontot, melynek címe az lesz, hogy kapcsolat, az útvonala pedig az lesz, hogy kapcsolat, a súlya pedig legyen -8, beküldés. Készen is vagyunk, mostantól kezdve van is kapcsolatfelvételi űrlapunk.